Én leszutok. Ez egy digitális iskolaérettségre felkészítő eszköz, ami érintőképernyős. Hangutasításokkal méri fel a gyerekek képesség és tudás szintjét. A Berkeszi Fejlesztő Centrumban műhelyeket alakítottak ki, ezekben fejlesztő eszközöket helyeztek el. Itt lehetőség van főzésre, mosásra, varrásra, agyagozásra és szövésre is. Az egyik terembe 16 informatikai oktatásra alkalmas számítógépet szereltek be. Minden olyan dolgot befogadunk, amelyik segíti az itt élőknek és a környéken élőknek az élethelyzetét, hogy pozitív irányba változzon. Szeretnénk az esélyeket növelni a munkához jutásban, a tanulásban, a képességek fejlesztésében, és lényegében nullától egész élet végéig kínálunk majd szolgáltatásokat. A fejlesztő központot a Nemzeti Fejlesztési Miniszter adta át. Szeszták Miklós beszédében azt hangsúlyozta, hogy a kormánynak nemzetstratégiai célja az ország helyi közösségeinek erősítése. A TIOP programnak pont ez volt a lényege. A nehezebb sorsú, a munkaerőpiaci hátrányokkal küzdő térségekben hasznosítsuk, és korszerű képzési centrumokat hozzunk létre. Elmondták előttem, hogy 17 ilyen központ létesült, 8,9 milliárd forintból, és a Berkeszi kastély, mint több más helyszínen, 390 millió forintból újulhatott meg. A központot ugyanis a Berkeszi Vai kastély egyik szárnyában alakították ki. A mintegy 4000 négyzetméter alapterületű műemlék épület egy része így megújulhatott. Sokáig megyei önkormányzati tulajdonban volt az épület, a 90-es évek elejétől gyermekgondozási központ működött itt a Szál Parkban, lakásotthonok. Nagyon fontos, hogy ez a nagyértékű műemlék részben megújult, és hát remélhetőleg tovább folytatódik ez a fajta megújulás értékmentés, hiszen egy nagyon értékes műemléki épületről van szó. A központban az átadó ünnepség után egy időszaki kiállítást is megnyitottak Sebő Kréka és Vári Zsolt alkotásaiból.